Úgy kezdődött, ahogy mindig Lázár János és Kovács Zoltán együtt lépett a parlamenti terembe a kormányinfó kezdetén. Az újságírók mellett azonban ott volt Harangozó Tamás, szocialista képviselő is. A politikus félbeszakította Lázár János mondandóját, és azt a két dokumentumot adta át a miniszternek, amelyet pártja szerzett meg a kalocsai és a szolnoki önkormányzattól. A leveleket az Olaf az Unió csalás elleni hivatala írta még tavaly októberben az Elios vizsgálat kapcsán. Ezekben tájékoztatták az önkormányzatokat, milyen szabálytalanságokra bukkantak. Az Olaf szerint költségvetési csalás történt, amikor a korábban Tibor István a miniszterelnök feje érdekeltségében lévő cégre írták ki a pályázatokat, és szerintük felmerül a szervezett bűnelkövetés lehetősége is. Én azt gondolom, hogy erre kíváncsi a magyar nép most apria nagyja, szerintem pártállástól függetlenül, hogy a miniszterelnökig érő ügyben mi a helyzet, és én azt szeretném, hogyha arról néhány gondolatot ma megosztana mindenféleképpen. Terveztem. Főleg arról, hogy a miniszterelnök úrnak mi a személyes szerepe ennek a pályázatnak a kiírásában, Sestál kollégájának mi a szerepe, esetleg önnek a Tiborcz úrra való beszélgetés. Mindenre válaszolok, amire tudok. Jó munkát kívánok. Lázár János azt ígérte, a kérdésekre is válaszol, de Harangozó Tamás nem várta meg. Arra hivatkozva, hogy Tapolcára kell mennie egy kampányrendezvényre, elhagyta a termet. Lázár János a kormányinfón arról nem beszélt, volt-e ráhatása az Elios beruházásaira a miniszterelnöknek vagy a fejlesztési miniszternek, és arról sem, miről beszélgetett Tiborcz Istvánnal, miután az Olaf az érintett önkormányzatoknak tavaly levelet küldött a vizsgálatról. Arról viszont beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen milyen sikeres volt a közvilágítás korszerűsítése. Nemcsak, hogy világos lett, de bizonyos tevékenységekhez túlvilágos is. Ezt maga is megtapasztalta egy kártyaparti után. Jelentős mennyiségű vereség után a bánatom enyhítéseképpen elfogyasztott ásványvíz és bor fröccs ivása után hazafelé sétáltam, és muszáj volt hazáig kitartanom, részben azért, mert Hódmezővásárhelyen az utcai vizelést helyi közterületi rendelet tiltja, részben azért, mert olyan világos volt, hogy nem lehetett semmit sem tenni. Lázár János szerint egyébként semmi újdonság nincs abban a szerződésben, amelyet a Hódmezővásárhelyi önkormányzat kötött a korábban Tiborcz István tulajdonában lévő Eliosszal még 2009-ben. A szerződés ugyanis 8 éve nyilvános. A miniszter korábban elismerte, Tiborcz Istvánnal együtt találták ki a rendszert, amely alapján az Eliosz 35 városban korszerűsítette a közvilágítást, elsőként Hódmezővásárhelyen. Lázár éppen ezzel magyarázta, hogy miért nem volt semmilyen referenciája az Eliosznak, amikor megbízták a munkával.